A világ legnagyobb utasszállító gépével landolunk a Johannesburgi Nemzetközi Repülőtéren. Attila és József már többször voltak itt. A 13 órás éjszakai repülés után ők fáradtan várnak a csatlakozásra. Nekem első afrikai utam, így számomra minden új és érdekes. Lopva készítek néhány képet a reptéri cipőpucolókról. Újabb két órás repülés után érkezünk meg az Indiai óceán partján lévő Durbanbe. Elhagyva a nagyváros luxus villáit, pálmafák között suhanunk. Itt nincs tömegközlekedés. Az emberek gyalog járnak, a tehetősebbek zsúfolt magántaxival, mi pedig kényelmes terepjáróból szemléljük a Zulu vidéket. Így érkezünk meg célállomásunkra, a Kwasizabantu misszióba. Elfoglaljuk szálláshelyünket, és a 24 órás fárasztó utazás után délkeresztje alatt térünk Nuvavóra. Másnap reggel Attila régi ismerőse kelt fel minket, és meghív reggelire. Jón és felesége Brendusa gyermekeikkel Romániából költöztek ide. Jón a misszióban dolgozik. Meleg vizet szereli, vízvezetékeket, igen, meg igen, más építményeket, igen, pozit rendbe. Most már negyedik éve itt van, öt, négy, igen, vagy öt? Negyedik. Negyedik éve. Negyedik. Reggelizésünket egy váratlan esemény szakítja félbe. Look, the snake! Johnny! Az egyik legmérgesebb kígyó, legveszélyesebb méreg van a fogaiban, de nem tud megharapni, mert hátul vannak a fogai. Körülbelül 3 percig élsz, miután egy ilyen megharap, hogyha sikerül neki megharapnia. De mivel hátul vannak a méreg fogai, kevés esélye van. És ez nem támad, tehát szégyelős kígyó. A fekete mamba, ő támad, ő olyan, hogy jön, és elől vannak a fogai. Annak a mérge nem ilyen veszélyes, de mivel támadó, sokkal több baleset van. Hát így az első reggelen szembesültem azzal, hogy nem veszélytelen itt az élet. De miért is jöttünk ide? Mi ez a Kwasizabantu misszió? Egyszer matrózok keresték fel és elmondták, hogy Etiópiában milyen kegyetlen rabszolgatartás folyik. Kérték a lelkészt, hogy küldjön misszionáriusokat, hogy az evangélium által számolják fel ezt az embertelen rendszert. Harms 8 szemét választott ki a megtért fiatalok közül. Az elméleti kiképzés, bibliai ismeret és különböző nyelvek tanulása mellett keményen dolgoztak is. Meg kellett tanulniuk gazdálkodni, állatokat tenyészteni, kertészkedni és minden háztáji munkát ellátni. Közben adományokat gyűjtött egy hajóra. Mivel Etiópia volt az úti cél, a hajót Kandakéről, az etióp királynőről nevezték el az apostolok cselekedetei 8 alapján. 1853. november elején indultak útnak. Etiópiába érve megtudták, hogy nem kapnak engedélyt a misszióra. Úgy döntöttek, hogy a dél-afrikai Durbanbe mennek, ahol a Bernini missziónak már volt egy állomása. A vezető misszionárius javaslatára kölcsönből megvették a Durbantől 160 kilométerre levő 60 hektáros területet. 1854. szeptember 19-én érkeztek meg az új területre, és mivel ködös volt az idő, emlékeztette őket az észak-németországi Hermannsburgra. Innen kapta a nevét a megépítendő település. A területen volt egy kunyhó,
ahol meghúzhatták magukat és azonnal nekiláttak a munkának. A környékbeli német telepesekkel megalapították az evangélikus gyülekezetet. Templomot is építettek. Közben újabb misszionárius családok érkeztek Németországból. Az első zulu angol szótárat 1857-ben adták ki. Megtanulva a benszülöttek nyelvét, hamarosan beindult az evangélium hirdetése a feketék között is. Az első két generáció már meghalt, de a misszió növekedett, és három ember öltön múlva már számtalan evangélikus gyülekezet plantálódott. Erló Stégen misszionárius így emlékszik ezekre az időkre. A lelkészünk, egy evangélikus lelkész, mindent kiválóan tudott a Bibliáról, Istenről, de a szívében nagy üresség volt. Egyszer csak észrevettük, hogy egészen megváltozott, mert lelkesen máshogyan kezdett prédikálni nekünk Jézusról, aki meg fogja szabadítani népét a bűntől. Elevenen érintettek ezek a szavak. Pontosan emlékszem, a karzaton voltam, amikor felálltunk, imádkoztunk, és én kértem az Urat, jöjj Úr Jézus a szívembe, jöjj az életembe. Ez volt a fordulópont az életemben. Az Úr megszólított, és elhatároztam, hogy lelkész leszek. Mondtam Istennek, ha lelkész leszek, akkor nem akarok templomosdit játszani. Nem akarok rutinszerűen prédikálni, keresztelni, temetni, hanem szeretném, ha a szolgálatom igazi lenne. Így lettem misszionárius a feketék között. Azt mondtam nekik, Jézus Krisztus szolgájaként jövök hozzátok. Hozom nektek az igazságot. Jézus meg tud menteni titeket. Jézus retten und befreien kann. Aber im praktischen ging es nicht. Az elméletben ez így is volt, de gyakorlatban nem működött. 12 év után belefáradtam abba, hogy semmi eredményt nem értem el. Arra gondoltam, feladom a szolgálatot. Akkor már Mapumolóban voltam, és volt egy kis zulu gyülekezetem. Azt mondtam nekik, gyertek, vegyük Isten igéjét, a Bibliát, és gyermeki hittel, mint Isten szavát fogadjuk el. Ne csak a kedvenc bibliai verseinket elemezzük, mint a rossz gyermekek, akik csak a mazsolát eszik ki a süteményből. Korábban voltak bibliai versek, amik nem hagytak nyugodni. Például, nem azért jöttem a világba, hogy elítéljem a világot, de a beszédek, amelyeket szólok, azok ítélik el a világot. Vagy egy másik ige, János 7.37, az élő víz folyamai. Nem csak egy folyam, hanem folyamok. Ezzel egy sivatagot kerté lehet változtatni. 12 évig voltam misszionárius, de a sivatagból nem lett élőkert, az emberek nem tértek meg. Azt javasoltam, kezdjük az apostolok cselekedeteivel, az első rész első versével, és haladjunk versről versre, és hagyjuk, hogy Isten beszéljen hozzánk. Hadd lássuk meg, mi jön ki ebből. Már a kezdet kezdetén az első versben Isten szíven talált. Apostolok cselekedetei 1.1, amit Jézus tett és tanított. Tehát Jézus először az életével, a cselekedeteivel beszélt, és csak azután az ajkaival. Isten a munkáját az én életemmel kezdte. Wie lebst du? Was machst du? Wenn du nicht recht lebst, hast du kein Recht, dein Mund zu öffnen. Rákérdezett. Hogy állsz? Mit teszel te? Ha nem élsz megfelelően, akkor nincs jogod megnyitni a szádat, mert olyan leszel, mint a farizeusok és az írástudók. Ez a képmutatás. Csak imádkozni tudtam. Uram, változtasd meg az életemet, hogy higgyem, amit a te igéd mond. Így haladtunk lépésről lépésre az apostolok cselekedeteivel. Egy másik üzenet, ami megérintett, az volt, hogy tanúi leszünk a világ végéig. Azt kérdeztem magamban, lehetséges ez, hogy mi legyünk a tanúk az egész világon? Ha a kommunizmust követjük, akkor 70-80 év alatt a világ nagy részét bekebelezték. Mi azt mondjuk, hogy a kommunizmus gonosz dolog, de el kell ismernünk, hogy hatalmuk van. Isten azonban nem csak, hogy hatalmas, hanem mindenható. A kereszténység tehát egy sokkal nagyobb erő és hatalom kellene legyen a Földön, mint a kommunizmus. Und wir schon 2000 Jahre mit dem Evangelium. Ők az ateizmussal olyan sokra vitték, és mi mire jutottunk a kereszténységgel 2000 év alatt? A templomok kiürülnek, az evangélium ahelyett, hogy előre haladna, visszafelé megy. Több pogány van manapság a világon, mint bármikor előtte a világ történetében. Ezt mind nem tudtam megérteni. A tanítványokról azt olvastuk, hogy egy szív és egy lélek voltak. Amellett, hogy zsidók voltak, különböző nyelveket vagy dialektusokat beszéltek, és mégis egyek voltak. Hozzájuk csatlakoztak a görögök, és még úgy is egység volt közöttük.
Hogyan lehetséges ez? Számomra ez nagyobb csodának számított, mint minden egyéb. Ismerjük az emberi lény tulajdonságait, a különbözőségeket. Hogyan lehetséges akkor, hogy több ezer ember egy szív és egy lélek legyen? Akkoriban közöttünk, noha kevesen voltunk, nem volt egység. Egyik testvér nem beszélt a másikkal, másik a harmadikkal. Az ősgyülekezetekben pedig egy szív és egy lélek voltak. A zulu fordításban az áll, hogy egy szavuk volt, nem pedig sokféle szó és beszéd. Kezdtem imádkozni és kértem, segíts minket, Urunk, hogy a te gyülekezeted ma is olyan legyen, mint az ősgyülekezet. Érints meg minket, és tégy velünk is úgy, ahogy 2000 évvel ezelőtt cselekedtél a te népeddel. Így haladtunk tovább a Szentírás tanulmányozásával. Elérkeztünk Anániás és Zafira történetéhez. Ők voltak azok, akik visszatartottak maguknak egy részt abból, amit az Úrnak szántak. A mi gyülekezeteinkben jól megfér a paráznaság, a hazugság és a csalás. Ezt csak azért tehetjük meg, mert nincs jelen a Szentlélek a gyülekezeteinkben. Az ősgyülekezetben annyira jelen volt Isten az ő szentségében, hogy a bűnt halállal büntette. A következő történet, amivel szembesültünk, Péter és János története volt, amikor felmentek imádkozni a templomba és találkoztak a bénával. A béna koldult, és Péter ránézve azt mondta neki, aranyom és ezüstöm nincs, de amin van, azt adom neked. A názáreti Jézus nevében állj fel és járj. Ezek után megragadta a kezét, és felállt a béna. Ezzel a történettel volt egy problémám. Péter azt mondta, nézz reánk. Szerintem ez helytelen volt, ugyanis felveti az emberkultusz lehetőségét. Mi Istenre kell nézzünk, nem pedig emberekre. A keresztre kell felnéznünk. Péter ezzel ellentétben azt mondta, nézz reánk. Azt latolgattam magamban, hogyan tévedhetett ilyen nagyot Péter, aki telve volt Szentlélekkel. Ezek után olvastam Pál apostol sorait, ahol azt írja, hogy mi Krisztus levele vagyunk, akiket minden ember olvas. Ekkor kezdtem megérteni, mit jelent, hogy nem tintával van írva ez a levél, hanem Isten újjával, a Szentlélek által. Istennel szemben nem lehet okoskodni, és vele nem lehet ellenkezni. Beláttam, hogy az én életemmel van baj. Kértem az Urat, hogy munkálkodjon az életemben, hogy az nyitott levél legyen. Tudtam, el kell jussak oda, hogy azt tudjam mondani másoknak, nézz rám. Ha pedig nem tudom ezt elmondani a gyülekezetben, akik előtt állok és prédikálok, akkor jobb, ha inkább hallgatok. Nincs jogom beszélni, ha az életem nincsen rendben. De ha rendbe teszem az életemet, Isten és emberek előtt, akkor lesz tekintélyem, autoritásom, hogy beszéljek. Elmondtam egy történetet a gyülekezetnek. Volt egy hatalmas katedrális, ahova több ezer ember eljárt Isten tiszteletre. A kiáratnál nem persely volt, hanem egy nagy asztal. Erre tették le a pénzt az emberek. Amikor kiürült a katedrális, az asztal megtelt arannyal és ezüsttel. Egy idős pap elkezdte megszámolni a pénzt. Hozzá csatlakozott egy fiatal lelkes kispap is. Amikor összeszámolták a pénzt, az idős pap vidáman azt mondta, most már nem mondhatná Péter apostol, hogy aranyom és ezüstöm nincs. Erre a fiatal azt válaszolta, de azt sem mondhatná, kelj fel és járj. Leide kann auch nicht mehr sagen im Namen Jesus, steh auf. Und kurz danach. Röviddel ezek után Isten megérintette a mi szívünket. Úgy kicsavart minket lelkileg, mint amikor az asszonyok mosás után kicsavarják a ruhát. Ez egy olyan lelki élmény volt a bűneinket illetően, mint amikor az aranyat vagy az ezüstöt tűzben tisztítják meg. Akkor kezdtünk imádkozni és kérni az Urat, jöjj közénk, Urunk, és munkálkodj közöttünk, ahogy azt énekeltük is. Itt az Isten köztünk. Egy néhány hét után teljesen váratlanul átéltük, amint megjelent Isten, és kiárasztotta az ő lelkét a környékünkön. Az emberek meghívó nélkül jöttek hozzánk. Reggel, amikor felkeltünk, több száz ember állt az ajtó előtt. Megkérdeztük, miért jöttek, és ők azt válaszolták, hogy meg akarnak békülni Istennel. Bűnösök vagyunk, és ha ez így marad, akkor a pokolba fogunk kikötni. Mondtuk nekik, hogy imádkozunk értük, és elmehetnek, de ezzel nem elégedtek meg. Egyen-egyenként nevén akarták nevezni a bűneiket, amiből meg akartak szabadulni. Nem akarjuk könnyűszerrel elintézni ezt a dolgot, mondták, hanem egyik bűnt a másik után akarjuk megvallani, és utána kérünk, imádkozzál értünk, szabadulásunkért. Szinte jajgatva érkeztek hozzánk, de miután megvallották a bűneiket, és szabadulásukért imádkoztunk, ragyogó arccal távoztak.
Olyan volt ez, mint egy futótűz, ami átcsapott a hegyeken, a völgyeken. Eljutott az ébredés az iskolákba, kórházakba, egyetemekre, egyik vidékről a másikra. Így kezdődött tehát az ébredés. Az elsők között voltak a varázslók és a boszorkányok. Miután ezek a sötét személyek megtértek, olyan volt, mintha lehultak volna Jerikó falai. Mindenhonnan kezdtek jönni hozzánk az emberek. Éreztük, hogy a Szentlélek jelen van, hogy meggyőzze az embereket az ő bűneikről, és ők jöttek a bűn terhével a kereszthez, hogy megszabaduljanak. Krisztus vére tisztára mosta az embereket. Stégen vezetésével sátoros evangelizációkat tartottak a környező falvakban. Olyan tömegeket vonzott az ébredés, hogy minden hely szűkült az embert. Elhatározták, hogy egy nagy missziói telepet építenek. 1970-ben megvásároltak Mapamulótól 30 kilométerre egy 400 hektáros területet, melynek érdekes neve volt. Kvasszabanta. Magyarul a hely, ahol segítséget talál az ember. Nomen est omen. Feketék, fehérek ezrei kaptak testi és lelki segítséget a helyen. Hogy miként, arról majd a következő részben lesz szó.